Sziasztok! 2024. október 22. kedd van, reggel 10 óra. A mai úti cél pedig Olaszország lesz, az Alpok Adria kerékpárút. Most is gyönyörű, szép, friss a reggel. Ratecében vagyok, vagy Ratecsében, az olasz határtól egy köpésre. És mindjárt átmegyünk itt a főúton, rá a Bringa útra, és megkezdjük az utunkat az Alpok Adria kerékpárúton, kerékpárút felé. Hát nagyjából egy kilométer az olasz határig, most léptem be Olaszországba, és ennyi volt. Tényleg friss a reggel, nézzétek, ahogy csillog a fű a harmattól, még a köd is látszik. Hú, basszus, a bringás sapkámat otthon hagytam, a bringás sisakomat. Szerintem már nem fordulok vissza érte, úgyis kerékpárúton megyek. És akkor itt is vagyok a kerékpárúton. Hát, gyönyörű napfény. Nagyon szép idő van, remélem így is marad. Ilyen szépen látszanak a hegyek. Most nem lesz olyan nagy szintünk, mint tegnap volt, viszont a táv az hosszabb lesz. Ugye most először Tarvízióba megyünk, és akkor onnan meg fölcsatlakozunk az Alpok Adria kerékpárútra. Az ötletet pedig Tomi adta. Hannibal Karthágói videóit néztem, és egy olyan szép túrán voltak idén pünköstkor, hogy egyszerűen felcsillant bennem is, hogy na hát ezt meg kéne csinálni, mert gyönyörű. Ez szép patak, kiépített kerékpáros pihenők, esővédők. És a Fuzinei tavakhoz 2,7 km még innen a táv, azt nem ma tervezném megnézni, ma kizárólag az Alpok Adria kerékpárútra koncentrálnék, az majd legközelebb, egy másik nap, egy másik alkalommal. Egy híd. Hello. És a vízesésnek a párája egész idáig kicsap. Picit még érzem is a vízpermetet a bőrömön. Hú, de szép az őszi természet. Sok hullott tavar, ami senkit se zavar. Hello. És köszöntek. Ó, ez már egy jó nap. Az út pedig egy jó ideje kellemesen lejt, ilyen 19-20-szal megyek, nem is tekerek. De visszafele meg lesz majd ugye ennek is a böltje. Így viszont egészen kényelmes haladni. Ó, milyen szép kerékpáros híd. Gondolom ez is egy vasúti híd volt korábban. És kitekintés a völgyre.
Ez az irány árnyékos, de egy patak van alattunk. Eddig 7,3 kilométert jöttem. És káprázatos az őszi táj. Mondjuk ez a rész akár lehetne Orfűnél is a mecsekben. Egy-két bringás van. Bringa út még mindig lejt. Most éppen egy sötétebb erdei szakasz volt, és milyen régi híd alatt megyünk át. Épp ezt nézem. Jönnek velem szembe. Köszönök, hellót, ők meg buongiorno, buongiorno. Furcsa. Lehet, hogy ez lenne a Via Bamberga, ahogy néztem otthon a Google-ba. Megy fölöttünk az autóút. Megjelentek előttünk a hegyek. Itt is van egy parkoló, aki esetleg eljön idáig kocsival. Itt veszik ki a bringát. Innen is indíthatja Tarvízióból az utat. Anno Tomiék is Tarvízióból indultak, jól emlékszem, a vasútállomástól. 10 kilométer, és ez itt már Tarvízió. Közvetlenül mellettem van a Srizza szurdok bejárata. Itt mennek fel a túrázók. Én meg itt fölkapcsolódok jobbra, az Alpok-Adria kerékpárútra. Éj, de szép kerékpáros híd. Hú, micsoda mélységek alattunk. Remélem, egyenesen tudtam tartani a kamerát. Na és igen, 10,4 km után előttünk az Alpok-Adria kerékpárút. Meg is állok egy pillanatra. Itt mi majd balra fogunk menni. Tarvízió 2,2 km, Camporosso 5,9 km, pont ebbe 28,4, de attól is még kicsit lejjebb megyünk. Közben átfedlettem, elég ide a rövid nadrág is. Innen szerintem már napfényes szakaszon megyünk úgyis tovább. Akkor nincs más hátra, mint előre. Újabb napfényes szakasz az Alpok-Adria kerékpárútnak. Felerősödött a szembeszél. Tarvízióba vagyunk. Ó, de szép ez a templom, hogy meg van aranyozva a csúcsa. Sőtessék. Tizenharmadik, már a 14. kilométert nyomom. Túljöttünk már Tarvízión is, és az út folyamatosan emelkedik, enyhe szembeszelünk van. Ahogy nézem, hideg lesz a tél. Itt grátisban a Bringa út mellett még gyalogösvény is van, fölkavicsozva. Camporosso 820 méter. Hát, nagyon szép. Itt is ez az alpesi építészet, ugyanúgy, mint Szlovéniában. Nagyon tetszik. A
közeledek a kerékpáros számláló alá, nem tudom Tomiéknél mit mutatott pünköstkor. 3669. leszek. Megálltam egy pillanatra inni, a híd alatt, legjobb hely, pihenőnél. Annyira nyírkos, párás itt a levegő és árnyékos szakaszunk lesz, hogy kénytelen voltam visszahúzni a farmer nadrágot. Nem baj, egy kicsit itt most megállok, ejtőzök. Akkor jöhet a pince szakasz. Egyszer fény, egyszer árnyék. És már elhagytam Kamporosszót. Azt is örömmel nyugtázom, hogy egy kellemes enyhe lejtőn gurulunk lefelé. Nem is kell tekernem, 20-szal tudunk itt haladni. Hát ez a legkomfortosabb. Lassan kiérek Mordorból, végre újra itt vagyok a fényen. Jaj, de jó, hogy melegít. Mennyivel harmonikusabb ez a faberakás, nem? Pláne ezek az erkélyek, fából. Ha, ez valami gyönyörűség. És balra is milyen hegyek. Hát itt tényleg élvezetes tekerni. És elvileg még a látványosabb szakasz hátrébb van. Közben nézzünk egy hőmérsékletet. 16,2 fok van. Hát az a pont jó, pont kényelmes, de erős szembeszéllel. Micsoda kiépített kerékpáros pihenő? Ez igen, esőbeállóval, kerékpártároló, csapvíz. Na és itt van, azt mondja, Júliai Alpok. No, akkor folytassuk a túrát. Cicloe Alpe Adria. Alpok Adria Bringa út. Na most árul ki a látvány. Ezt nézzétek! Azt a becsár nem jóját. Ez igen. Település nevét nem tudom. Nagyon szép így ősszel. Itt van egy ilyen kosárlabda, kézilabda pálya. Kerékpáros pihenő, ugovizzában, bár en cucina, bármit is jelentsen. Bringások útra keltek előttem. Szépen beöltözve. Hát hihetetlen a látvány. Eláll az ember lélegzete. Hát itt jön egy alagút, azt mondja Bringa út vége, és akkor itt be. Már látom az alagút végét, itt ment a vonat régen. Jó ötlet volt megcsinálni Bringa útnak, és újra vissza a strádára, a kerékpáros strádára. Békésen legelésznek a lovak, szamarak. Jön egy újabb alagút itt közben. Tényleg nem kell csinálnom semmit, folyamatosan 20-szal gurulok. Enyhe lejtőn, de még az alagutakban is. Ott is lejt, úgyhogy visszafele majd lesz mit tekergészni. Olyan régóta gurulok, vissza kellett öltöznöm pulcsiba.
fáztam a nyírkos levegőben. Vaj, de szép kis hétvégi ház. Ide rakva a fa, nem lopja el senki. Innen újra a kerékpáros stráda. A rendes felfestéssel, valódi bringa út. Imittam ott azért kicsit döccen, de még így is jó, ne itt az autópálya, de még így is jó, nem kell az autóúton haladnunk. Aj, micsoda rész! Oda nézzetek! Hát ez mesébe élő. Betyárját. Közben lassan elérem a 30. kilométert, de egyszerűen nem érzi az ember, mert zömében gurul. És milyen táj. Fenyők alattunk a patak. Bringás pihenő, aztán megint egy alagút jön. Itt iszok egyet. Hát csodás idő van, tényleg 7 ágra süt a nap, hála Istennek. És nagyjából ilyen dél körül lehet. Azt mondja pontosan 00:30 és 30,5 kilométer. És akkor haladok tovább. Gondolom ez is egy valami régi vasúti ház lehetett. Ez a rész ki volt kövezve terméskővel. Gondolom ilyen lassítók, szántszándékkal. Lent a patak alattunk. Na, ezek azok a lassítók, terméskővel. Versenybringások örömére. Van bringás élet azért, jönnek. Hát igen, ezek itt tudnak autóutat, autópályát építeni. Ponteba! Ez már az lenne. Mindegy, megyek rá a bringa útra. Igazából ez már autóút, valami sokadrangú. Ez igen. Itt aztán van úthálózat. Kérünk a főúthoz, de nem kell rámenni, mert itt az oldalán jobbra a kerékpárút. Ez jó berezgett. Becsörgött a lemez. Lehet, hogy az már ott pont ebbe előttünk, sőt, több mint valószínű. Közeledünk Pontebához. Ott van az a szép két templomtorony. És itt vagyunk Pontebában. Na, itt rávisz az autóútra minket. Ez visz be a városba. Itt van egy keskeny kerékpársáv nekünk fenntartva. Ponteba, már csak a kerékpáros utat kell megkeresnem valahol. Merre lehet az Alpok-Adria Ringa út? Lássuk.
életképek Pontebából. Ott egy tábla, Cicslova Alpe Adria, tehát jó irányba megyek. Tehát akkor itt csak egyenesen még, és akkor lesz majd valahol jobbra egy leágazó. Hát találtam valami bringás jelzést. Ez lenne az Alpok Adria? Itt felfelé? 25%-os emelkedő. Hát már most leszállok a bringáról. Szerintem ez lehet. Hát akkor hajrá! Tálok az alagút előtt, rögtön egy 659 méteres alagúttal nyit, mint a pincéből, ahogy áramlik ki a hideg, úgyhogy fel is húzom a kapucnisomat. Még mielőtt nekiindulnék az alagútnak, már korábban feltettem a villogómat, szerintem ezt itt beüzemelem, és elfelejtettem mondani, most 36,6 kilométeren vagyok Pontebe után, tehát a szállástól nagyjából ilyen 34 kilométerre értem el Pontebát. És akkor jöhet a pincelátogatás. Jó hűvös van. Aha, ahogy megyek előre, mozgásérzékelők a lámpát kapcsolják be. Jó hír viszont az, hogy szinte végig lejt. Hát ez tényleg hosszú volt. Ma azt hiszem, hogy a végén Kubába jöttünk ki. Valami Pietra Tagliata, ha jól olvastam a vasútállomás nevét. Ott haladunk át most. Na, egy kis körbetekintés. Befér a hegyek teteje? Ebből az irányból érkeztem. Hát ez tényleg szuper csúcs. Itt is mint a terepasztal, úgy le van nyírva. Vannak a tehenek, legelnek a távolban. Ez ilyen átlátszós, amin megyünk. Nem jön semmi. Rio Tomba. Na, mondom én, itt vagyunk közel Kubához, Brazília. Ez meg volt a Rio Costa. Az meg ott Rio de Janeiro. Nem, nem. Ez a Rio Palato. Ezt kimeszelték? Hát, itt nincs fény. Na, ezen is túl vagyunk. Az út az folyamatosan lejt. Most van nagyjából 1:45, és eddig mentünk 39,7, hát durván 40 kilométert. Ebből az alagútból is kiértem. Hát ez is jól néz ki, nagyon. Egyszer megállok itt. Illetve mutatom a másik oldalt. És újra egy alagút. Ez se volt rövid. Egy kis napfény, és jön a következő. Ez csak ilyen 20 méter kb. Ja, hoppá, oda nézzetek. Oda nézzetek. Itt aztán vannak magasságok. Milyen kőfal ez itt mellettem.
Hát ez durva. És az a hegy is ott, arra befelé. Ott játszanak a felhők a csúcsainál. Brutális. Milyen párában vannak itt ezek a hegyek. A változatosság kedvéért újra egy rövidke alagút. Az utas szinte végig lejt. Azt a micsoda utak. Milyen autópályák vagy mi ez? Most járok a 42. kilométerben, és még mindig lejt az út enyhén. Jó lesz visszafele, azt hiszem taxival megyek. Alagútból ki, alagútba be. Hát ez micsoda látvány. Valami múzeumban le jobbra. Újabb kerékpáros híd. Baszta. Milyen mohás itt ez a peremfal. 45. kilométerbe járok, 3:42-kor. Az autópálya mellett haladok, további alagutak. Határozottan jó idő van. Melegen süt a nap. Tehát egy ilyen 18 fok minimum. Hát a vízesés! Nem tudtam időbe megállni. Visszább jöttem. Minden talán jobban látszik. Egy újabb vasúti híd, ringa úttá alakítva. Gyönyörű ez a templom, lábánál a patak. És lassan érkezünk 48 km után a szállástól Csúzafortére, ahol majd vissza fogok fordulni. Itt a régi Csúzaforte vasútállomás, kerékpáros pihenő, étterem. Azért most is vannak. Másodpercre visszafordultam, napfény irányba álltam. Van egy másik templom is, ezt is szeretném megmutatni. Csörtesség. Most éppen a lehajtót keresem Csúzaforte városába.
erre behajtani tilos. Ebből az irányból érkeztem. Hát jobbat nem találok, lemegyek itt a lépcsőn, letolom a bringát. Nem tudom, hol lehet a lehajtó az úthoz. A lépcsőzési gyakorlat is megvolt. Lejöttem ide Csúza fortére. Na, ott van fönt a bringa út. Olasz házak mögötte a hegyekkel. Nagyon szép. És itt betérek Csúza fortére. És olasz utca látkép. Itt van fönt a templom. Ennek az oldalán mentünk el. Majd de szép ez az épület, muskátlis ablakok, piros zsaluk. És itt kell átmenni. Tomiék is itt mentek át, azt hiszem. Megnézzük túloldalt azt a templomot. Egyszerűen fantasztikus. Innen érkeztem, ott megy fönt a kerékpárút valahol. Oda is megyek majd vissza. És ez Csúza fortének a másik része. Elmegyünk a templomhoz, akkor itt menjünk szépen be balra. De szép templom, dicsértessék. Gondolom biztos zárva van, de egy próbát megér. És most van 2:30, elindulok vissza Szlovéniába. Kilométer óra meg 51 et mutat. És akkor újra visszatérek a hídra. Találtam itt egy jelzést. Ciclova Alpe Adria. Na, lehet, hogy itt kell felhajtani rá, megnézem. Erre kíváncsi leszek most, de a végére járok. Visszafele már nem szeretnék lépcsőn fölfelé bringát cipelni. Érkezem egy épülethez, ott egy kapu. Alpe Adria bringa út jelzése rajta, illetve rá van írva.
Most ezt nem mondjátok komolyan. Hát itt kell lemenni Csuzafortére, ezt nem gondoltam volna. Innen érkeztem, Szlovénia irányából, és itt kell elhagyni az Alpok-Adria kerékpárutat abba az irányba, ha le akartok menni Csuzafortébe, faluhoz, vagy a Szella neve a felé. Na hát szóval itt kell bemenni azon a kapun át. Mindig okosabb lesz az ember. Nagyon tetszett Olaszországnak ez a része, még sosem jártam itt. Az Alpok-Adria kerékpárút tényleg szép helyen vezet. És az idő is nagyszerű volt, hál' Istennek. Akarhat-e ennél többet az ember? Jó lesz most ebből a szemszögből is látni ezt a bringa utat, visszafelé irányba. Nézzétek csak ezeket a rozsdás színeket! Hát döbbenetes! Ha, a természet! Miket képes produkálni? Campo Rosso, érkezünk a kerékpáros számlálóhoz. Majd otthon megnézem, hányadik voltam visszafelé. Gondolom ez itt a régi vasútállomás épülete lehetett. A 85. kilométer így negyed hétkor megvan, sőt már 6 óra 20 van. Campo Rosso a terepasztalon. Napfényben is jól mutattak, de így este is. A háttérben a hegyek, ilyen szürkések, és már torlódnak fölöttük a felhők. Hát nagyon jót segített rajtam ez a kis lejtő. Ezelőbb 30-al is gurultam, most is 21-el megyek. Mindjárt 87. kilométer lesz. Elkezdődött a verseny az idővel, a sötétedéssel. De hát ezt úgyse fogom tudni megnyerni, de nem számít. Közben megérkeztem Tarvízióba. Itt ez a gyönyörű híd. Döccenő. Hamarosan fél hét lesz. Teszek egy kísérletet, nem tudom mit lát a kamera. Talán az a templomtorony itt látszik jobbra. Kamera már nem sokat lát, de lényeg az, hogy a 90. kilométer után megérkeztem ide a felhajtójára az Alpok-Adria bringa útnak. Ugye innen érkeztem még, és akkor most elhagyom az Alpok-Adria bringa útat, és Szlovénia fele veszem az irányt. Hiába, fél hét múlt körülbelül egy olyan 5 perccel vagy 10-el, és már sötét van. Örömmel boldottá. Megérkeztem végre 3:48 után egy picivel a szálláshelyemre. Nagyszerű, akkor jöhet a lepakolás. Tudom, így látszik-e, 102,3 volt a táv, ugye egy lecsúzafortéig, ott fordultam vissza.
azt mondja, hogy 14,9 volt az átlagsebesség, 6 óra 51 percet pörgött a kerék, 12,4 fok van, eléggé párás az idő, és most van 7 óra 51 perc. Remélem látszott, és akkor most tényleg pakolok. Este 9 óra van, nagyjából el is pakoláztam a túracuccaimat, 20,8 fok van itt bent a szobában. Ez ezt a vacsorám, ami maradt az útról, a szendvics. Ezt mindjárt meg is eszem, de előbb elbúcsúzom tőletek. Jó volt ez a mai túranap is, Alpok-Adria kerékpárút, hát Csúzafortéig mentem, oda-vissza ez a 102 km nekem bőven elég is volt, úgyhogy lesz alvás rendesen. És akkor majd találkozunk holnap. Nektek is jó pihenést kívánok, ciao mindenkinek, sziasztok! Na akkor, vacsi!